Sziasztok, üdvözlöm a Heol Podcast hallgatóit, ezúttal a hétvégi eseményeket mutatjuk be nektek. Strandfesztivált szerveznek a hétvégén Egerben. Július 21 -e és 23 -e között az élménymedencék és csúzdák mellett változatos programokkal várnak mindenkit, egy igazi családi kalandra, mely kortól függetlenül kellemes kikapcsolódást nyújt mindenki számára. A zenei programokra se lehet panasz, az Egri termális és Strandfürdő színpadán péntek este fellép a Velheló, well szombaton pedig a Besti Best of Guesti produkció garantálja a jó hangulatot. Ezen kívül sportprogramokkal, vetélkedőkkel, gyerekkoncerttel és bábszínházzal teszik színesebbé a hétvégét. Gyöngyösön pénteken folytatódik a Kultér Piknik elnevezésű koncertsorozat a Mátra Múzeum kertjében. Ezúttal a Nemereszti és a Latin Combo zenél majd 19, illetve 21 órai kezdettel. Szombaton a Mátrában a 10-7-14 program keretében a Békata nösvényt lehet fölfedezni. A másfél órás program 10 órakor a Sástó turisztikai központtól indul, megismerhető lesz a mesterséges túl és környezete élővilága. Ugyancsak a településen rendezik a Gyöngyösi Gitárfesztivált július 20-a és 22-e között esténként 19 órai kezdett Az eseményen neves gitárművészek koncertjei szórakoztatják a közösséget a belépés díjtalan. Felső tárkányban ismét megrendezik a Baba Mama klubot, amely nagyjából a faluház megnyitásával egy időben jött létre. Itt 2023-ban már több mint 10 éve működik. A klub fő célja, hogy a településen élő legipfiabb gyermekeknek és szüleiknek találkozási lehetőséget és tartalmas programokat kínáljon. Kezdés 17 óra! A településen rendezik továbbá az ötödik Felsőtárkányi zenekari találkozót is. Fellépnek többek között a Szihalmi Fúvósok, a Rákóczi Péteri Fűsági és a Felsőtárkányi fúvózenekar is. A kezdés 18 óra. Noszvajon havi egy vagy két alkalommal különleges borvacsorákra várják a vendégeket a Noszvai Magtárfogadóban az adott hónap jeles napjaihoz kapcsolódóan. Az ételeket Bucsek András és csapata készíti. Ezúttal július 21-e és 22-e között lesz lehetőség finomabbnál finomabb ételeket és borokat kóstolni. Szombaton sem maradunk programok nélkül, idén is lesz Felsőváros ünnepe Egerben. Július 22-én a nemzedékek terére várják az egrieket. Az esemény 10 órakor gyermekprogramokkal kezdődik, és egészen 15 óráig tart, majd 16 órakor Berecki Zoltán lép színpadra, ezt követően 17 órakor átadják a Felsőváros Csillaga elismerést. 18 órától Tarsó József hegybíró bor bemutatót tart, és 19 óra 30-tól élő koncertet ad Kovács Kati. A nap utcabállal zárul. Szombaton rendezik a Bélapát falvai Kemény Fesztivált, kézműves kirakodóvását és kiállítást az Ipari Park nagycsarnokában. 9 órától előadások és környékbeli fellépők színpadi programja lesz délután 4-ig. A szervezők szeretnék föllelni és bemutatni az 1842-ben indult gyár fennmaradt termékeit. Az ilyen első rendezvényre várják mindazokat, akik rendelkeznek itt, itt készült tárgyakkal, legyenek gyűjtők, kereskedők, vagy éppen néhány tányérra rendelkező egyszerű használók. A kemény cserépgyár termékeit szeretnék kiállításon bemutatni a közönségnek a rendezvény ideje alatt. Bükszent Erzsébeten gyalogtúrára invitálják a helyben és a környéken élőket szombaton. A közel 10 kilométeres kiránduláshoz csatlakozókat reggel fél nyolckor várják a játszótéren, ahonnan 8 órakor a nagykőforrás felé indulnak, majd a nagy tetejére baktatnak fel. Innen kis pihenő után indulnak tarna le lesz felé, a tyúk sütőn át a faluba, majd vissza az Erzsébeti játszótére. A túrát ködmön Dorottya és Tóth Nikolett szervezik. Enni és inni valóról mindenki maga gondoskodjon, 14 év alatti gyermek pedig csak szülői felügyelet mellett csatlakozhat. 60-ban nemzetközi gütárfesztivált tartanak a településen az Adi Endre könyvtár melletti sétányon. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy eső esetén a rendezvényt a könyvtár előadó termében rendezik meg. A meghívott művészek között szerepel az olasz zema Lents és duó. Kezdés 18 óra. Bátorban falunapot rendeznek a településen főzőversennyel, délután koncertekkel, a szárnyas sárkányok műsorával, este pedig a zenekar lép föl, majd tűzzsonglőr bemutató és utcabál zárja az eseményt. Nosztvajon annan napi búcsút rendeznek, július 22-én 10 órától. Idén a patakparti piac lesz a búcsú helyszíne. A kirakodó vásár mellett a gyerekeket a kedvelt kosárhinta és népi játszótér várja, valamint különleges marionett előadás a Maszk Bábszínház előadásában. Szombaton kezdődik, és egészen vasárnapig tart a 27. végvári vigasságok az Egri várban. Ez alkalommal is korhű fegyverek bemutatójával, hagyományőrző csapatokkal, családi programokkal, felvonulásokkal, kiállításokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket. Tradicionális mesterségek, mesterségek kézművesei kínálják portrékáikat és mutatják be a szakma mesterfogásait. Jó szolgálkozást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Sziasztok!